wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. That's one small step for man. One giant leap per man. It is complete independence that we want. <laughs> I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. A short time ago, an American aeroplane

Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem csipáz isten. Történelem csipáz isten. Történelem és isten. Azt mondta az úr Mózesnek. Nyújts ki kezedet Egyiptom földje felé, és jöjjenek fel a sáskák Egyiptom földjére, és egyék le az ország minden füvét, mindazt, amit a jégeső meghagyott. Mózes tehát kinyújtotta a botját Egyiptom földje felé, és az úr keleti szelet hozott az országra egész nap és egész éjjel. Reggel azután meghozta a keleti szél a sáskákat. Feljöttek a sáskák Egyiptom egész földjére, és roppant tömegben szálltak le Egyiptom egész területén. Nem volt ilyen sáskajárás sem azelőtt, sem azután. Ellepték az egész föld színét. Úgy, hogy elsötétedett a föld, és lehették a föld minden füvét, a fák minden gyümölcsét, amit meghagyott a jégeső. A fákon és a füves mezőkön nem maradt semmi zöld Egyiptom egész területén. Ekkor a fáraó sietve hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta. Védkeztem a ti istenetek, az úr ellen és ti ellenetek. Most azért bocsássátok meg még egyszer a vétkemet, és könyörögjetek istenetekhez az úrhoz, hogy legalább ezt a halált fordítsa el tőlem. Mózes kijött a fáró elől, és könyörgött az úrhoz. Az úr pedig igen erős nyugati szélre változtatta a szelet, amely fölkapta a sáskákat, és belesodorta a vörös tengerbe. Nem maradt egy sáska sem Egyiptom egész területén. De az úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait. Ez Mózes második könyvéből volt, egy rövid részlet, az Exodusból. A mezőgazdasági forradalom körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt kezdődött el, és teremtette meg a feltételeit annak, hogy kialakulhasson a civilizáció. Civilizáció. Civilizáltság. Mit jelent ez a szó egyáltalán, hogy civilizáció? Civilizációnak nevezzük az általunk létrehozott szociális rendet, amely a kulturális gyarapodást elősegíti. Ebbe tartozik a gazdasági fejlődés, a politikai rendszer, a morális tradíció, a különböző tudományok és a művészet. A civilizáció ott kezdődik, ahol a bizonytalanságot jelentő természetet elhagyja az ember, ahol a káosz helyébe a rend lép ahol a genetikai örökségből adódó viselkedési mintázatokat felváltják a tudatos döntések. A másik kérdés az, hogy honnan ered a civilizáció? Mik képezték meg azt az alapot, amin ez kialakulhatott? Ahhoz, hogy ezt megértsük, a csimpánzoktól kell kezdeni. A csimpánzokkal közös őssel rendelkező hominida történetének nagy részét a csimpánztól nem különbözően, erdőkben és szavannákon töltötte. A hominidákból származó homo sapiens pedig történetének nagy részét vadászó gyűjtögetőként élte. Az írás felbukkanása egyet jelent a történelmünk kezdetével. Ez a pár ezer évnyi történelem egy beláthatatlanul hosszú időnek tűnhet elsőre. De ne felejtsük, hogy az emberiség kultúrájának szempontjából ez csupán kicsiny töredéke a teljes képnek tudjuk, hogy az írás feltalálása előtt is számtalan emberi kultúra létezett már. Vannak ugyan leletek ezekből az időkből, különböző régészeti feltárások, azonban egy teljes kép nem tud ilyen limitált információ alapján kialakulni belőlük. Így írásos feljegyzések nélkül. Léteznek teóriák, miszerint a történelem során megannyi nagyszerű civilizáció felbukkant és letűnt már, az általunk ismertek előtt is. És léteznek tudósok és pseudotudósok, akik ezt kutatják. De ezek a civilizációk úgy szűntek meg, hogy kevés nyomot hagytak maguk után. Természeti katasztrófák hatására, háborúk miatt vagy belső romlás végzett velük. Kréta-szigetén találhatunk erre utaló nyomokat, a Jukatán-félszigeten és Sumériában is. Létezik egy legenda miszerint egykoron az amerikai kontinens és Eurázsia között volt egy köztes kontinens. Egy kultúra, amely az Atlanti óceán Európa felüli oldalán létezett, ahol egy hatalmas királyság prosperált, amely a civilizáltság magas fokán állt. Ez volt Atlantis. Platon részletesen taglalja két dialógusában is az Atlantisi idealtipikus államot, amelyet valószínűleg szólón egy befejezetlen versére alapozott. Az archeológusok nem találtak bizonyítékot Atlantis létezésére. Érdekes mégis, hogy több helyen is felbukkan a kollektív tudatból ez a legenda. Írtak róla más görögök is, egyiptomiak, és indiai forrásokat is lehet találni róla. Filozófusokat előszeretettel foglalkoztatott a téma Platón után is. Rudolf Steiner például munkásságának lényeges részét szentelte ennek. Érdekes, hogy vallási iratokban viszont sehol nem említik Atlantis legendáját. Ez sokkal inkább egy filozófiai jellegű kérdésnek tűnik. Biztosak lehetünk tehát benne, hogy abban a politikai utópia formájában, ahogy Platón leírta, nem létezett. Viszont annyi, akár egymástól független írásos emlék hivatkozik rá, hogy valami igazságmagnak kellett léteznie valahol, valamilyen formában. De ahogy utaltam már rá az előbb, inkább mint filozófiai elmélet lehet érdekes Atlantis legendája. Akit átfogóban is érdekel Atlantis, az Platon Timaios és Kritiás című dialógusában találja ezt meg. Tehát léteztek mítoszok az ősi, régletünk civilizációkról már időszámításunk előtt több ezer évvel. Az írás előtti államkezdeményekről és létrejött városokról keveset tudunk. Mi az azonban, amiben biztosak lehetünk? Azt tudjuk, a 20. század második felétől, hogy a régmúltban előbb jöttek létre a kisebb falvak, városok, mint a földművelés. De ha még messzebb megyünk vissza az időben, akkor a vadászó gyűjtögető ember életmódjára vonatkozóan elég sok bizonyíték tudható, amit érdemes lehet végig gondolni. Honnan indult és mi jellemezte a vadászógyűjtögető életmódot? A Homo sapiens, mint hominida alfaj, körülbelül 200 ezer évvel ezelőtt tűnt fel Afrikában. Aztán 60 ezer évvel ezelőtt a közel-keleten. A vadászó gyűjtögető életmód keretei között töltötte le az ember a történelmének 95 át Mindösszesen a maradék 5% vonatkozik a mezőgazdaságban eltöltött időszakra, és csupán ennek a 0,25%-át töltött el az ember a 18. századi ipari forradalom után. A vadászó gyűjtögető emberek kis csoportokban éltek, ami a kiterjedtebb családtól a közel 100 fős csoportig terjedt. Viszont ezeknek a kis csoportoknak, családoknak nagy területre volt szükségük. Körülbelül 10 és 800 közötti négyzetkilométernyi terület kellett ahhoz, hogy a túléléshez szükséges élelmet megtalálhassák. A berendezkedésüket tekintve mondhatjuk, hogy egalitáriusok voltak. Egalitáriusok voltak, nem kommunisztikusak. Ez nagyon fontos. A modern marxista ábrándokat hibás lenne ezekre az őskori csoportokra vetíteni. Volt magántulajdonuk, de többé-kevésbé egyenlően birtokolták ezeket. Ez nem is volt túl nehéz, mivel vándorló életmódjukból adódóan nem tudtak semmit felhalmozni. Annyi tulajdonuk volt, amennyit magukkal tudtak vinni. Faludi György személye jut eszembe erről, aki úgy élte az életét, hogy mindene elférjen egy bőröndben. Mai életünket elnézve elképesztően nehéz lehet ez. És ezzel együtt milyen szabad. Az ember kiemelkedett az állatvilágból, ahogy a sztártörténész Yuval Noah Harari leírja a sapiens című kötetében. Ez a kognitív forradalomnak köszönhető. Annak, hogy az emberi agy minden állaténál nagyobbra tudott nőni, és ezáltal a tartalék energiáit a puszta fizikai létfenntartásról át tudta csoportosítani a gondolat síkjára. A kérdés az, hogy mitől nőtt meg az emberi agy? Miért nem a csimpánz agya nőtt meg ugrásszerűen? Mi lehetett az a forradalom, ami a kognitív fejlődést elindította? Ez visszavezethető az emberiség legfontosabb találmányához, ami kiemelt minket az állatvilágból. Ez a tűz ismerete. A tűz használata legalább 400 ezer évre nyúlik vissza, messze- messze a Homo sapiens előtti időkre. De mit jelentett ekkor a tűz megléte az embernek? Ezt az emberiség bölcsőjében érdemes megvizsgálnunk. Dél-Afrika barlangjaiban történtek olyan régészeti feltárások, amelyekből következtetni tudunk az ember és a tűz viszonyára. A barlangok legmélyebbi közetrétegében tudósok megtalálták nagymacskák teljes csontvázát, fogmaradványokat, továbbá homo erectus csontmaradványokat, ezen a ponton érdemes ezt végiggondolni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az ilyen maradványok által megőrzött információ az őskorból eljuthasson hozzánk. Ahhoz, hogy egy állat maradványa fennmaradjon ennyi időtávlatából, nagyon sok véletlen közrejátszása szükséges. Először is, fontos, hogy a több tízezer, vagy akár százezer évvel ezelőtti állat a halála után gyorsan a föld alá kerüljön. Még mielőtt valami más állat felfalja. Továbbá, olyan módon kell, hogy eltemetődjön, hogy ne tudjon rothadásnak indulni az elpusztult állat teste. Aztán pedig tízezer évekkel később olyan időben kell a felszínre kerülnie, amikor az a felszínen nem pusztul el természeti katasztrófák következtében, az időjárási viszonyok miatt és egyéb profán hatások sem pusztítják el. Voltak olyan maradványok például, amit helyi kecskék tapostak össze, és szinte használhatatlanná vált ezáltal. Ha pedig minden e szerint történt, minden véletlen, kedvező módon játszott közre, akkor a leletet ezen felül meg kell, hogy találja egy régész, aki pontosan tudja, hogy mit kell megvizsgálnia rajta. Az egykor élt életformák 99%-a eltűnik az időtengerében, a fennmaradó egy százalék, amit pedig a szerencsés véletlenek közrejátszásával megismerünk. Ez viszont nem mondható reprezentatív mintának. Ennek ellenére mégis kellő információt szolgáltat ahhoz, hogy érdemes legyen a vizsgálódás, és hogy megismerhessük a régmúlt egy szeletét. Na de vissza a délafrikai barlangokhoz! Az itt található mély rétegekben tehát nem találtak szénmaradványokat. Az emberiség kezdetéről fennmaradó leletek alapján tehát még nincsenek tűzre utaló jelek. A közet réteg magasabban lévő állományaiban, ami ugye fiatalabb korú, már találtak szénmaradványokat. Ez az előbb említett 400 ezer éves múlt jelenti a határvonalat. Az embernek kezdetben meleget adott a tűz. Fényt, és egy viszonylagos biztonságot a ragadozóktól. A tüzet körbeülték az emberek, és kialakult a tűz körüli kollektíva. Aztán pedig megjelent a mai tűzhely őse. Az emberiség eddigi élet szakaszának talán legnagyobb innovációjának a tűz feltalálása mondható. Ma is léteznek nagyszobású tudományos projektek, és ismerünk élénk fantáziájú skifi írókat is. Azonban nehéz elképzelni, hogy valaha történhet ennél fontosabb találmány. De szóljon, aki tud! Az érdekes ebben, hogy nem mi vagyunk az egyetlen faj, akik adoptálták a tüzet. Vannak fák, növények és gombák is, akik tolerálják vagy egyenesen használják a tüzet. Ezeket a fajokat nevezzük pirofitáknak. Egyes pirofita fák, mint például a dombfenyő, fennmaradása igényli a tüzet. Enélkül a magvai nem tudnának kihajtani. A domfenyő esetében a magok egy burokban vannak, amit még egy gyantaréteg is borít. Csak a tűz tudja megolvasztani ezt a gyantát, hogy aztán a magvakban tovább tudjon élni a fa. Más növények pedig füstre vagy más égéssel kapcsolatos kémiai jelzésre kezdik el nyugalmi állapotukból aktivizálni a magvakat. Ezen felül vannak hőszigetelt növények tűz hatására újra csírázok, vagy olyan fa, aminek jóval a láng hatótávolsága felett van a lombkoronája, és nagy tűz esetében önmetszésre is képes, hogy mentse magát. Az ember fejlődésében a tűz innovációja az élet minden területére kihatott, és hamarosan létrehozott újakat is. A szokásaink, étrendünk, biológiánk és vallási rituálink is formálódtak a tűz hatására. A legfontosabb ezek közül a főzés. A főzés jelentőségét egyszerűen nem lehet túlbecsülni. A nyers táplálék feldolgozása hosszabb bérrendszert igényel, és sokkal több időt, mint a hőkezelt étel megemésztése. Ilyen nyers táplálékra kalibrált bérrendszerük van a csimpánzoknak, ami háromszor hosszabb az emberénél. A főzéssel azonban lehetőség nyílt arra, hogy lényegesen kevesebb megevett étellel sokkal több táplálékbevitelt lehessen végrehajtani. A csimpánzok alapvetően gyümölcsevők, azonban esznek sok levelet, magvakat, virágokat, rovarokat, de néha más majomfajokat vagy egyéb emlősöket. Gabonban és Tanzániában megfigyelt csimpánzok esetében azt vették észre a primatológusok, hogy körülbelül 150-200 féle táplálékot esznek a megfigyelés alatti egyedek. Egy csimpánz napja körülbelül felét evéssel tölti, mivel elég nagy mennyiségű táplálékot kell bevinnie ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű hasznosulni is tudjon ebből. Az embernek pedig igazából bőven elég tud lenni napi egyszeri étkezés, amit a tűz segítségével gyorsan el tud készíteni, és rengeteg ideje marad mással foglalkozni. Megfigyelésre, kísérletezésre, eszközkészítésre vagy a szociális kapcsolatokat lehet építeni ez alatt. A tűzzel kitágult a fogyasztható ételek skálája. A hőkezelés miatt detoxikálni lehetett addig mérgező növényeket. Másokat kemény buroktól lehetett megszabadítani, vastag bört leszedni róla, vagy tüskés növényeket, kemény magokat megenni. A kisebb állatok húsa ehetővé vált ezáltal, és minden egyébként fertőző dolgot sterilizálni lehetett. Bármik fogalmuk nem volt arról, mi az a sterilizálás. A tűz megszelidítése előtt is minden evő volt az ember, de utána meg tényleg mindent megevett. A mai Kenya területén fekszik a hasadékvölgy, ahol 23 ezer évre visszamenő bizonyítékok mutatják azt, hogy mennyiféle ételt vettek magukhoz az ott élő emberek. Ezen a területen az emberek négyféle térségből is szereztek maguknak táplálékot: vízi, erdei, réti és kiszáradt területekről is. Minimum 20 féle kisebb és nagyobb testű állatot ettek. 16 féle madarat, 140 féle gyümölcsöt, sokféle magvakat és még rengeteg féle növényt használtak gyógyítás és eszközkészítés céljából. A civilizáció kialakulásával rengeteg szakma támaszkodott később kimondottan a tűzre. A fazekas szakma, a kovács, különböző építőmesterek, üvegkészítők, fémműves, kohász, pék, és úgy általában mindenki, aki ételekkel foglalkozott. Nem túlzás azt állítani, hogy nagyban fügtünk a tűztől. Mondhatjuk, hogy a tűz háziasított minket. A tűztől tehát időt kaptunk, és rengeteg plusz energiát. A főzés által elért tápanyag többlet tette lehetővé, hogy az agyunk háromszor akkorára tudott nőni, mint a többi emlősnek. Ahhoz pedig, hogy ennyiféle táplálékot ismerjen az ember, használta is a nagyra nőtt agyát. Hatalmas lexikális tudásra volt szükség a növények, állatok számon tartására és elkészítési módjára. Tudniuk kellett a gyógynövények kapcsán, hogy melyik milyen betegséget tud kúrálni, és hol található meg a környezetükben. Hány lelőhely, hány felhasználási módszer, hány recept lehetett a fejükben meglehetősen életre valónak képzelem el a vadászó gyűjtögető homo Hadd mondjak egy példát erre a tudásra, a dél-amerikai esőerdőből. Az amazonasi esőerdő közel 5,5 millió négyzetkilométeres. Tudjuk, hogy innen származik a földbolygó édesvizének 20%-a, és az általunk belélegezhető oxigén 20%-a is. Ezen felül az Amazonas az esőerdőben található meg a Föld legbúrjánzóbb biodiverzitása, és az itt őshonos törzsekből származik az Ayahuasca szertartás. Az ayahuasca tartják az esőerdő sámányai minden növények anyjának, egy tanító és gyógyító főzetnek. Szertartásosan használják a szent növényt, és ma már nyugati emberekhez is eljut az ayahuasca, ami egy lelki terápiával érhet fel a megfelelő használat mellett. Ezt a főzetet egy amazonaszi növény indájából és egy másik amazonaszi növény levelének vízzel való összefőzésével készítik. Ebben a levélben található DMT felelős a halucinációkért, ami a szertartás lehetőségét megteremti. De ha csak önmagában fogyasztja el valaki ezt a levelet, semmilyen hatása nincsen, mivel az emberi agy maó enzimei lebontják a DMT-t. Viszont, ha a levelet összefőzik az indával, akkor az indában lévő MAO gátlók átmenetileg felfüggesztik az agynak ezt a lebontó folyamatát. A szerotonin molekulák száma lecsökken, a levélben található DMT pedig fel tud oldódni. Ezáltal a lélek indája kifejtheti hatását. A kutatók évtizedekig találgatták, hogyan voltak képesek az esőerdő őshonos lakói felfedezni azt, hogy ennek a két növénynek az összefőzéséből milyen szinergia jöhet létre. Az Amazonasnak abban a régiójában, ahonnan ered az Ayahuasca, 80 ezer féle növényfaj található. Ezen felül pedig körülbelül 1 millió olyan növény, ami nincsen még kategorizálva és bejegyezve. Becslések szerint a földbolygón lévő biodiverzitás 7-8 százalékát ismerhetjük. A többi eddig ismeretlen, aminek az egyharmada az Amazonas esőerdőben található. Az erdőírtások miatt pedig minden nap körülbelül száz faj tűnik el a földről. Honnan származhat az őslakosok ilyen mértékű bölcsessége? Erről vannak spirituálisabb és tudományosabb elméletek is, de igazából nem lehet tudni. A törzsi tudásról csak annyit még, hogy amikor a 17. század környékén az európaiak bevitték a maláriát az Amazonas esőerdőbe, ez a betegség már ezer éve ismert volt Európában. Az ősi Kínában és Egyiptomban pedig már időszámításunk előtt jóval. De mégsem volt rá semmilyen gyógyszer. Az ekvádori inkák viszont a malária behozatala után 25 évvel, Fakérekből előállították a kinin nevű gyógyszert, amit a mai napig használnak malária ellen. Az Amazonasban található növények elképesztő mennyisége miatt nehéz elképzelni, hogy ezek az ősi gyógymódok csupán próba szerencse alapon kerültek felfedezésre. De egyébként nem kell az amazonasi esőerdőbe menni hasonló bölcsességekért mert a magyar népi gyógyászatban is használatos ilyen maó növény az antidepresszáns hatása miatt. Ez az Orbánc fű. A kérdés az, hogy a jéghátán is megélő. Mondhatni, hogy nagy tudású homo sapiens. miért tért át a végtelen szavannákról a szántóföldekre? Hol? Mely területen hagyott fel a vándorló életmóddal és telepedett le? Ennek az új életmódnak mik voltak a nehézségei, és milyen előnyökkel járt? És hogyan következik a mezőgazdasági forradalomból a civilizáció létrejötte? A letelepedés, a mezőgazdaságra való átállás és az állattartás körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt kezdődött el. A mezőgazdasági forradalom a világ történelem leghosszabb forradalma, ami teljesen átformálta az addig ismert külső környezetet, és az ember belső világát is. Ebben az időben a bolygó lakossága körülbelül 2 és 4 millió közé tehető. Sokkal kevesebb, mint a mai lakosság ezrede. Ha keresnénk a legérdekesebb, premodern találmányt, valószínűleg az állam intézményét mondhatnánk. Az első államok a Tigris és az Eufrátes térségében jöttek létre. Kezdetben a tudósok azt gondolták, hogy a civilizáció ezen az egyetlen helyen jött létre, majd innen terjed ki a termékeny félhold területére, aztán ezután minden más területre is. Viszont ma már tudni lehet, hogy ez nem így történt. Egymástól függetlenül jöttek létre, akár nagyon távol egymástól, köztük pedig a demográfiai vagy földrajzi kapcsolat elenyésző volt. Az első civilizációk tehát a Tigris és az Eufrátes mentén, a Nílus mellett, az Indus folyónál, és a sárga folyónál bukkantak fel. Az első kérdés tehát a miért. Miért hagyott fel a homo sapiens a vadászó gyűjtögető életmóddal? A vadászó gyűjtögető ember a természetben található biomassa 0,1 át tudta felhasználni. Ez egy nagyon kicsi töredék. Viszont napi pár órányi, nem túl megterhelő munkával biztosítva volt a túlélése, ezzel szemben egy mezőgazdász úgy alakította a környezetét, hogy a biomassza 90%-át fel tudja használni. Azonban ez sokkal keményebb és több munkát jelentett, ráadásul jobban ki volt szolgáltatva a rajta kívülálló tényezőknek. A kezdetben letelepedett emberek azt gondolhatták, hogy a földműveléssel jobban ki fogják tudni használni a természet adta lehetőségeket. Ez több táplálékot fog majd jelenteni, és ezáltal jobb életük lehet. Ezzel a fajta életmóddal akár százszor annyi ember tud eltartani, ugyanannyi föld. A vadászó gyűjtögető életmóddal szemben a földművelő nem kellett, hogy mobilis legyen. És elég neki akár néhány hektárnyi terület is. Ez jelentette tehát a kezdeti előnyt. Viszont ez az, amit Harari a világ történelem legnagyobb csalásának nevez. Amiről hamarosan beszélek bővebben is. A második kérdés a hol. Hol történt meg ez a változás? Miért tört ki a mezőgazdasági forradalom a közel-keleten, Kínában, később Közép-Amerikában, és miért nem Ausztráliában, Alaszkában vagy Dél-Afrikában? Nagyon egyszerű az oka. A legtöbb növény és állatfajt nem lehet háziasítani. A Homo sapiens képes volt kiásni az ízletes szarvasgombát és vadászni a gyapjas mamutra. De teljesen esélytelen volt, hogy bármelyiket is háziasítsa. A gomba túlságosan rejtőzködő természetű volt, az óriási állat pedig túlságosan vad. A természetben található állatok és növények nagy része fogyasztásra alkalmatlan, így nem szolgálja az ember túlélését. Megemészhetetlen, mint a fakéreg, mérgező, mint a gyilkos galóca, alacsony a tápértéke, mint a medúzának, időigényes az elkészítése, mint az apró magvaknak, vagy nagyon veszélyes a vadászatuk, mint az orszarvúnak. Az őseink által vadászott és gyűjtögetett, több ezer faj közül csupán néhány volt termesztésre vagy tenyésztésre alkalmas. Ezek a fajok pedig csak bizonyos helyeken éltek, és ezek a helyek voltak azok, ahol a mezőgazdasági forradalom kitörhetett. Ha az embernek meg kellene neveznie még egy fajt, ami az evolúció nagy győztese, akkor mit mondhatnánk? Úgy gondolom, hogy mindenképpen valamelyik gabonafélét kellene megnevezni. Mondjuk a búzát. Képzeljük el egy pillanatra a mezőgazdasági forradalmat a búza szempontjából. Harari hozza fel ezt a példát a Sapiensben. Tízezer éve ez csupán egy volt a számtalan fűféle közül. Élőhelyét tekintve pedig láthatjuk, hogy a közel-kelet egyetlen kis területére korlátozódott. Néhány évezreddel később viszont már a világ minden pontján termett. A túlélés és reprodukció alapvető evolúciós kritériuma szerint a búza az egyik legsikeresebb növény a föld történetében olyan területeken, mint például Észak-Amerika széles síkságai, ahol tíz ezer éve még egyetlen búzakalás sem nőtt, most száz meg száz kilométert tehetünk meg úgy, hogy egyetlen másfajta növényel sem találkozunk. Világszerte több mint két millió négyzetkilométernyi területet borít búza. Vagyis Nagy-Britannia területének majdnem a tízszeresét. Mit lehet ebből levonni tanulságként? Újra azt lehet elmondani, amit a tűz kapcsán is említettem. Nem a királyok, nem a papok, és nem is a kereskedők voltak felelősek ezért, hanem néhány növényfaj, mint például a búza, a rizs és később a burgonya. Inkább ezek a növények háziasították a homo sapiens-t, mint fordítva. Jared Diamond, amerikai evolúcióbiológus, geográfus, történész. 1998-ban Pulitzer díjat kapott a háborúk, járványok, technikák című munkájáért. Ebben a könyvben Diamond összefoglalja a történelem, a régészet és a biológia tudományágak segítségével, hogy miért a nyugati ember hódította meg a világ többi részét, nem pedig fordítva. Most a több összetevős elemzését nagyon leegyszerűsítem, de lényegében Diamond azt állítja, hogy a történelem az egyes népek, Környezeti különbségei miatt alakultak eltérően, és nem az egyes népek közötti biológiai különbségek miatt. Diamond rengeteg érvet felsorakoztat arra vonatkozóan, hogy miért a nyugati ember érte el az általunk ismert történelmi fejlődést. Igazából nem is pontos így a megfogalmazás, hogy a nyugati ember, hanem azt kellene mondani, hogy az eurázsiai ember. Szóval beszéli Diamond földrajzról, időjárásról, még a kontinens alakjáról is, hogy ez mennyire meghatározó tud lenni. A szerző arra gondol itt, hogy Eurázsia kelet nyugati átjárhatósága sokkal praktikusabb és egyszerűbb, mint az amerikai kontinens észak-déli vonulata. Az eurázsiai embernek nem kellett annyi földrajzi nehézséget leküzdeni az egyik helyről a másikra való utazása során. És különböző égövökön sem kellett közben áthaladnia. Ez nem tűnhet elsőre meghatározónak, de a repülők feltalálásáig nagyon is az volt. Az egyik legfontosabb összetevőt szeretném kiemelni a könyvből, amin a legérdekesebben, szemléletesen be lehet mutatni Eurázsia szerencséjét. Ez a példa az állatok példája. Pontosabban a vadon élő állatok háziasíthatósága. Ahogy azt már tudjuk, az embernek mindenhol megadatott, hogy állatokra tudjon vadászni, a sark körtől Afrika legszárazabb pontjáig. Ezért a bolygón majdnem minden pontján élnek emberek. Viszont, ahhoz, hogy le tudjon telepedni, ahhoz olyan állatokra van szüksége, amiket háziasítani tud. De mi szükséges ahhoz, hogy az ember háziasíthasson egy vadon élő állatot? A bolygón 148 vadon élő, szárazföldi nagytestű emlős él, akikkel kapcsolatban az emberben felmerülhet a lehetőség, hogy háziasítsa őket azonban ezek közül csupán 14-et sikerült háziasítani. De miért alakult ez így? Mi a baj a többi állattal? A helyzet az, hogy ők örökvadságra vannak ítélve. Diamond könyvében kifejti, hogy a háziasításhoz rengeteg specifikus követelménynek kell, hogy megfeleljen az állat, és ha egy is hiányzik, akkor már alkalmatlanná válik a háziasításra. Ilyen követelmény például az állat étrendje. Mindig is furcsának tartottam, hogy miért csak növényevő állatokat szelidített meg az ember, de Diamond megadja a minden kétséget kizáró választ. Az állat a táplálkozása során elfogyasztott biomasszájának kevesebb mint 10%-a épül be az állat saját biomasszájába. Vagyis, ha az ember levágja azt az állatot, akkor a levágott állat által elfogyasztott táplálék csupán 10%-a lesz hasznosan elfogyasztható táplálék az ember számára. Diamond egy tehén példáján keresztül magyarázza ezt el. Egy 500 kilós tehén felneveléséhez nagyjából 5000 kiló kukoricára van szükség. Ha viszont egy 500 kilós húsevő állatot szeretnénk felnevelni, azt 5000 kilónyi növényevő hússal kellene etetnünk, amihez viszont 50.000 kiló kukoricára lenne szükségünk. Ezen kívül sok növény és mindenevő faj, például a koalák, étrendjét tekintve túlságosan válogatós ahhoz, hogy érdemes legyen háziállatként tartani. Szóval a húsevő állatokat egyszerűen nagyon rossz üzlet tartani, pedig a történelem során számos próbálkozás volt már erre például különböző medvefajokkal. Az étrenden felül a másik fontos követelmény az állat növekedési sebessége. Ahhoz, hogy egy állatot érdemes legyen háziállatként tartani, gyorsan kell növekednie. Emiatt rögtön ki is esnek a háziasítás köréből a gorillák és az elefántok. Annak ellenére, hogy a gorillák és az elefántok növényevők egyáltalán nem válogatósak és nagy mennyiségű húst jelentenek, alkalmatlanok a háziasításra, mert körülbelül 15 évre van szükség ahhoz, hogy vágó súlyúra megnőjenek. Nincsen az a gorilla vagy elefántpásztor, aki 15 éven keresztül etesse, nevelje, őrizze a gorilla csordát, hogy aztán gorilla pörkölt lehessen belőlük. Másik kizáró tényező az állat rossz természete. Az egyik nyilvánvaló példa erre a grizzly vagy szürkemedve. A medvehús drága finomság, és bizonyos gazdag körökben nagy presztízzel bírt. A szürke medvék akár 800 kilót is nyomhatnak, és jó részt növényevők csak néha esznek húst. Növényi étrendjük igen széles, akár emberi hulladékon is könnyen hízlalhatóak, és eléggé gyorsan megnőnek. A probléma az, hogy nagyon veszélyesek és agresszív állatok, a japán ainuk egy szertartás részeként rendszeresen azzal kísérleteztek, hogy szürke medve kölyköket neveltek fel. Érthető okokból azonban az ainuk bölcsebbnek látták, ha a kölyköket egyéves korukban levágják és megeszik. Öngyilkosság lenne ennél tovább szürke medvét tartani. Ugyanez a helyzet az afrikai bivajjal, a zebrákkal és a vízilovakkal is. A vízilovak a legveszélyesebb szárazföldi emlősállatok. állatok. Bárkire rátámadnak, nagyon éles fogaik vannak, és a két és fél ezer kilójával bárkit agyon taposnak. A zebrákból pedig nem biztosan nézik ki az ember, de olyan agresszívak és vadak, hogy több állatkerti balesetet okoznak, mint a tigrisek. És valószínűleg a történelem során soha senkinek nem sikerült még zebrát meglovagolnia. Ezeken felül vannak olyan állatok, amiket azért nem lehet háziasítani, mert hajlamosak a pánikra. Ebből kifolyólag nem lehet a gazellaféléket háziasítani. Minden apró neszre megijednek, ekkor pedig képesek akár 80 km per óra sebességgel futni, és akár 10 métereseket ugrani. Megnézném ilyenkor, melyik pásztor állítja meg őket. Az ókori Egyiptomban több fáraó is próbálkozott a gepárt háziasításával, Azonban mindig kudarcot vallottak. Fenséges állatnak tartották. Sikerült is befogni őket és megszelidíteni, De a fogságban élő gepárdok egyszerűen nem voltak hajlandóak szaporodni. Akármikor meghalt a fáraó egyik gepárdja, mindig a vadonból kellett egy új egyedet befogni. A modern történelemben is problémát okozott ez az állatkertekben. A biológusoknak egészen 1960-ig kellett kísérletezniük, amikor végre az első fogságban született gepárd világra jött. Szóval, ez alapján azt lehet mondani, hogy a részben biológiai, a részben szociális és részben gazdasági okok miatt alakult úgy, hogy mindösszesen 14 háziasítható állat van a bolygón. Az összes többi kiesik valami miatt a háziasíthatóság köréből. A 14 állat közül az öt főbb, a juh, a kecske, a tehén, a disznó és a ló. A további kilenc pedig az egy puputeve, a két puputeve, a láma, a szamár, a rénszarvas, az indiai bivaj, a jak, a balimarha és a mitán. A 14 háziasítható állat ősei egyenlőtlenül lettek elosztva a bolygón. Dél-Amerikának csupán egyetlen ilyen ős jutott, aminek a mai leszármazottai a láma és az alpaka. Észak-Amerikában, Ausztráliában és az afrikai szubszaharában egyetlen ilyen ős sem volt. Mai szemmel furcsa, hogy az afrikai térségben egyetlen ilyen ős sem volt, mivel ha ma valaki az állatok széles spektrumára vágyik a természetes élőhelyükön, akkor az afrikai szafarira megy. Az emlős állatok őseinek túlnyomó része Eurázsiában volt először megtalálható. A 14 állat közül 13 Eurázsiából származik. Eurázsiába biogeográfiailag beletartozik Észak-Afrika is. Ami sok szempontból az emberi kultúrát tekintve legalábbis inkább tartozik Eurázsiához, mint a szubszaharai Afrikához. Jared Diamond hosszasan taglalja könyvében, hogy mik voltak az okai annak, hogy az eurázsiak borították be a bolygót. Háborúkkal, járványokkal és különböző fejlett technikákkal. Az embert tehát háziasította a tűz, néhány növény és egy maroknyi állatfaj. Ez azonban még önmagában kevés a civilizációhoz. Ehhez az kellett, hogy megjelenjen az írás. Az írást első formájában mezopotámia területén találták fel a sumerek. Ez megint egy olyan innováció, aminek a jelentőségét nehéz is elképzelni mai fejjel. Gondoljunk csak bele. Hogyan nézheted ki maga az ötlet? Egyszer egy sumer kitalálta, hogy mi lenne, ha nem csak szó által lehetne átadni valami információt a másiknak, hanem beszéd nélkül. Vagy akár úgy át lehetne adni információt, hogy ott se vagyok én magam, amikor a másik ember megkapja ezt az információt, csak valami hordozó felület. Zseniális gondolat az, hogy az ember nem csak a fején belül tárolhat információkat, hanem azon kívül is, egy tárgyba kihelyezve. Ennek első formája az ékírás volt, aztán a hieroglifák. Ezek kezdetben unalmas, feljegyzett adatokról szóltak. Feljegyzések takarmányokról, tulajdonosokról, állatokról és hasonlók. Ezáltal nyomon követhetőek lettek a birtokviszonyok, és a felhalmozott többlet táplálék mértéke is. Pusztán administratív jellegű írás volt ez, számszerűsített információk. A sumerek találékonyságáról az is sokat elmond, hogy a hatos és tízes számrendszer kombinációját használták, és azt mondhatjuk, hogy ennek ma is érezhetjük a hagyatékát, ha a nap 24 órájára gondolunk, vagy a kör 360 fokra való felosztására. Ezeket a Sumerektől örököltük. Később, ahogy kialakulnak az államok, ahhoz, hogy jól tudjon működni, az intézmények mögött a háttérben komoly papírmunka szükséges. Jogszabályok, intézkedések, listák, regisztrációs lapok, szabályzatok, adópapírok, rendeletek mi egymás. Ezek a dokumentumok ma is átláthatatlannak, megismerhetetlennek hatnak bizonyos esetekben. Mivel nehezen érthető, szövevényes megfogalmazásuk van, és többnyire látókorünkön kívül helyezkednek el. Képzeljük el, hogy milyen misztikus lehetett ez négy-ötezer évvel ezelőtt egy olyan embernek, aki még írni-olvasni sem tudott. James C. Scott, amerikai antropológus azt mondja erről, hogy a földművelő parasztok először ezzel azonosították az elnyomatásukat. Úgy gondolták, hogy maga a papír alapú dokumentum a probléma. Azt hitték, hogy közvetlen kapcsolat van a rossz életkörülményük és a papír alapú dokumentumok között. Ezért az első paraszlázongások során a helyi irodákban feljegyzett dokumentumokat égették fel. Azt gondolták, hogy a papír dokumentum az állam szeme. Ha pedig megvakítják az államot, akkor véget vethetnek szenvedéseiknek. Azonban a papír csupán reprezentálja a törvényt. Azzal, hogy elpusztul a törvény fizikai formában, a törvény maga még fennmarad. Nem közvetlen a kapcsolat, hanem közvetett. A paraszt lázongások mellett pedig van más is, ami a korai államszervek megfélemlítő hatásáról árulkodik. Létezik egy ősi sumér mondás, ami úgy hangzik, hogy lehet királyod és lehet urad, de akitől félned kell, az az adószedő. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy nem sok új van a nap alatt. Az írás kialakulása elengedhetetlen volt a centralizált szervezet létrehozásában. Ahhoz, hogy városok, államok vagy birodalmak jöjjenek létre, kivétel nélkül szükség volt az írás megjelenésére. Az írás megjelenéséből következnek a törvények, adódokumentációk, alapítási mítoszok, követelési listák és többek között a terményről való feljegyzések. Ezek a kasztra és az osztályok hierarchiájára alapuló társadalmak így alakultak ki. Nem tudunk egy konkrét, jól elhatárolható válaszvonalat húzni a vadászógyűjtögető homo sapiens és a mezőgazda homo sapiens között. A mai Palesztina területén volt például a natufi kultúra, akik barlangokban éltek és a szabad ég alatt egyszerre. A vadászógyűjtögetők voltak, de közben rájöttek a vad gabona elfogyasztásának előnyeire is. Kősarlóval aratták le a növényt, a magvakat pedig kőbunkóval egy kezdetleges mozsárban őrölték meg. Különböző térségekben, különböző időpontokban vált el egymástól a történelem előtti idő a történelemtől. A barbárság a civilizációtól. Már ahol elvált egyáltalán. Vannak ma is olyan törzsek, amelyek a történelem előtti időben élnek még, az ember kolonizációs és később kapitalista terjeszkedésének következtében a legtöbb ilyen terület eltűnt mára, de azért nem teljes mértékben. Az utóbbi 500 évben a vadászó gyűjtögető emberek száma drasztikusan lecsökkent. A bengáli öböl szigetein élnek még ilyen nomád életmódot folytató emberek. Dél-Afrikában a busmanok, vagy Tanzániában a hadzatörzs talán a hátza törzs a legnagyobb ezek közül, akik e szerint az ősi hagyomány szerint élnek, de ők is alig haladják meg az ezer főt. Ők még vadállatok nyomait követik. Csapatmunkát és kézzel készített fegyvereket használnak ahhoz, hogy elejtsék a vadhúst. Elképesztő belegondolni, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése mellett vannak a bolygón olyan törzsi népek, akik ugyanúgy élnek, mint a több tízezer évvel ezelőtt élő őseik. Ők a mai napig nem avatkoztak be oly módon a természetbe, hogy lényeges változást okozzon ez. Ezért természeti népeknek is szokás őket nevezni. Az ember az a faj, aki a legnagyobb mértékben képes átformálni környezetét a saját maga előnyére. De az állatvilágban sem teljesen idegen ez. Gondoljunk csak a hódokra, akik fákat döntenek ki, hogy adott esetben gátakat építsenek a nekik kedvező folyómederben, de az elefántok, medvék, farkasok is lényeges módosításokat képesek tenni a természetben. Azt mondhatjuk, hogy az emlősökre általánosan jellemző valami minimális építkezés, ami a tájképet megváltoztatja valamilyen értelemben. Ha pedig mélyebbre nézünk az állatvilágban, akkor észrevehetjük, hogy még madarak és rovarok is komoly módosításokat végeznek a madarak fészkeket építenek, a szociális rovarok pedig szinte városállamokat hoznak létre komoly hierarchikus rendszerrel. Ilyen szociális rovarok a hangyák, a termeszek és a méhek. Ha pedig még inkább a dolgok mélyére tudunk nézni, akkor azt vehetjük észre, hogy a növények is komoly módosításokat végeznek a természetben. A legutóbbi jégkorszak után a tölgyfa olyan mértékű terjeszkedésnek kezdett, hogy komplett térségeknek változtatta meg a talaj összetételét, és ezáltal az állatvilágát is. Menedéket adtak ezek a fák. Magukkal hoztak más növényeket is. Táplálékot adtak. Később pedig vadász lehetőséget a ragadozó emlősöknek. Sokáig a vadászó gyűjtögető életmódról a mezőgazdaságra való átállás tudományos magyarázata az volt. Hogy itt egy történelmi szükségszerűség történt. Esther Bozrap, dán közgazdász elmélete az volt, hogy a szántóvető földművelő minden napja messze sokkal több kalóriát emésztett fel, mint amennyi megtérült belőle. Szemben a nomád életmóddal, ami sokkal egyszerűbbnek tűnik, Esther állítása az hogy a mezőgazdaság nem egy lehetőség volt, amit észrevettek és megragadtak az emberek, hanem egy utolsó lehetőség. A népesség növekedés, a természetben előforduló fehérje csökkenése, a levadázható állatok hiánya, területhiány következtében, vagy ezek valamilyen kombinációjából kifolyólag nem maradt más lehetősége az embernek. Közgazdaságilag meg is állja a helyét ez az elmélet, és logikusnak tűnik, de ez a tézis eddig még nem állta meg a helyét a bizonyítékok szintjén. Legalábbis Mezopotámia és a termékeny félhold területe ezt nem igazolja vissza. Azt lehetne gondolni, hogy a földművelés olyan területeken kezdődött el, ahol a közvetlen környezetüket már kimerítették a nomád népek. De ez nem így történt pont, hogy azokon a területeken kezdődött el a mezőgazdaság, ahol bőséges volt a környezet, nem pedig a szegényes, nélkülöző helyeken. Ez a romlatlan, szabad nomád létből való átállás a végtelen és fárasztó robotmunkára paralell lehet egy bibliai történettel. Metaforikusan értelmezhető ez Ádám és Éva történetének: akik az Édenkertben bűnbeesésükkel megszegték az Istennel kötött szövetséget. Ők kiüzettek a paradicsomból, ettől fogva pedig minden leszármazottjuk már az eredendő bűnnel fog születni, és nincsen visszaút az Édenkertbe. Mi a XXI. századból nem tudjuk meg nem történtét tenni őseink szimbolikus bűnét, ezért viselnünk kell ennek következményét. Lehet, hogy innen, ebből a bibliai mítoszból ered a vadász-gyűjtögető élet fura romantizálása is. Én nem osztom a nomád élet idealizálását, csak próbálom a tények tudatában vizsgálni ezeket az életformákat. Nem gondolom, hogy ne lettek volna meg ennek az életnek is a nagyon súlyos hátulütői. Szerintem erről még lesz szó a következő részben. Owen Latimore, amerikai orientalista, összehasonlította egy mongol pásztor és egy kínai földműves életmódját, aztán elég határozottan írta le tapasztalatait. Azt állapította meg, hogy a mongol pásztor gyerekkorától fogva önállóságra volt nevelve. Minden felmerülő feladatát maga végezte el. Lehet itt gondolni a karaván kezelésére, a szekér irányítására, Bőrök megmunkálására, nemezelés, állatok gondozása, és így tovább. Kint élt a szabad ég alatt egész évben. Az időjáráshoz megtanult alkalmazkodni, tehát nagy távolságokat tett meg, így az előtte felmerülő akadályokat le kellett győznie. Saját döntéseket hozott, magára volt utalva, ezért agilisnek kellett lennie. Ezek a mongol pásztorok versenyeztek azokkal a kínai földművelőkkel, akik egész életüket egy sárral tapasztott sátorban élték le a földjük mellett. Meghatározott rutin mentén gondozták a növényeket, vetettek és arattak. Ki voltak szolgáltatva az időjárásnak, tovább a földesúr és a naptár szigora szerint kellett dolgozniuk. Mircea Eliade mondja, hogy a mezőgazdaság felfedezésének első, és talán legfontosabb következménye, a válságot eredményez az őskori vadászok értékrendjében. Az állatvilággal való vallási természetű kapcsolatokat felváltja az, amit az ember és a vegetáció misztikus közösségének nevezhetünk. Ha eddig a csont és vér képviselte az élet lényegét és szakralitását, mostantól fogva a sperma és a vér testesíti meg. Amit Eliádé mond, igaznak tűnik. Azonban a vadászat kultusz nem tűnik el az emberiség kultúrájából, mivel olyan mélyen van beágyazódva, hogy igazából nem is tudjuk, milyen régről ered. A vadászat végig vezethető a történelem nomád, életmódot folytató népein. A 13. században hódító Genghis Khan is eszerint igázta le a félvilágot. Ez a mongol horda nem is hódít igazából, hanem vadászik. Ha elfoglalt a mongol aranyhorda egy várost, akkor nem kegyelmeztek senkinek, nem ejtettek politikai foglyokat, nem hagytak szabad elvonulást senkinek. Még a városban élő macskákat és kutyákat is levadázták. Aztán elhagyták a várost, majd pár nap múlva visszatértek, mert tudták, hogy lesznek olyanok, akik elbújtak előlük, és ezeket a túlélőket is lemészárolták. Erre nem mondhatjuk azt, hogy területszerzés, politikai terjeszkedés, vagy hogy hódítás. Ez vadászat. A vadászat több százezer éven keresztül egyet jelentett a férfi Nem könnyen vetközi le ezeket az emberiség. Az ókori asszíroktól a korai újkori mongolokig bezárólag számos törzsi alapú szerveződésnél a vadásztechnika és a hadi technika szinte nem is különül el egymástól. Egyet jelentett a kettő. Úgy háborúztak, ahogy vadáztak. Eládé így folytatja. A korai mezőgazdasághoz kapcsolható vallási elképzelések szerint a táplálék növények az istenség testéből származnak ezért szakrálisak. Az egyszerű ember evés során pedig az istenség testét fogyasztja el. A föld termékenysége kapcsolatban áll az asszonyi termékenységgel. Ezért a nők lesznek felelősek a termés bőségéért, hiszen ők ismerik a teremtés titkát. A termőtalajt az asszonyjal azonosítják. Később pedig az eke feltalálásával a földművelés a nemi aktussal azonosul. Ez maga a mágikus gondolkodás. A mágikus gondolkodás azt jelenti, ha valaki összekapcsol egymással két olyan eseményt, ami között nincs kimutatható kapcsolat. Nincs ok, ami magyarázza ezt. Ez az egocentrikus gondolkodásból ered. Az én központúság pedig a gyermeki létből ered. A gyermek az, aki nem tud objektív mércét állítani a dolgok mellé, csak is saját magához képes hasonlítani. A mágikusan gondolkodó kultúrák, tehát az emberiség történetét nézve, egy gyermeki létben vannak, ahol a mezőgazdaság minősége nem a munkatapasztalatokon és az ebből levonható tanulságon alapszik, hanem misztériumokon. Ha áradás, asszály, rovarok, betegség vagy bármi veszély tönkreteszi a termelést, akkor azt a mitológia nyelvére fordítják le? Ezáltal válik érthetővé ez a komplex kérdés és elfogadhatóvá. Lehet, hogy az exodusból ismeretes csapások is innen eredeztethetőek. A Nílusban hemzsegő békák ellepik az utcákat, házakat, Egyiptom földjét. A föld porasz szunyoggá vált, és ellepték az embereket és állatokat. Majd bögjök jönnek, dögvész pusztít, aztán hólyagos fekélyek, jégeső, sáskajárás, a sötétség támadt, majd megtörténik az egyiptomi első szülöttek megölése. Elérkeztem ahhoz a ponthoz, ahol vissza lehet csatolni a Hararihoz. Mit nevez Harari a történelem legnagyobb csalásának és luxus csapdának? Magát ezt a folyamatot, amiről szó van, az áttérést a vadászó gyűjtögető életmódról a mezőgazdaságra. Harari így érvel a könyvben az állandó falvak megjelenésével és az élelmiszerkészlet felduzzadásával növekedésnek indult a népesség is. A nomád életmód elhagyása lehetővé tette a nőknek, hogy minden évben szüljenek egy gyermeket. A csecsemőket korábban elválaszthatták, mert kásával is lehetett őket etetni. Egyre több munkás kézre volt szükség a földeken. A szintén megszaporodó éhes szájak azonban gyorsan felélték az élelmiszer tartalékokat, így új területeket kellett bevetni. De miért nem hagytak fel a földműveléssel az emberek akkor, amikor a terv visszaütött? Részben azért, mert nemzedékeken áttartott, míg az apró változások átformálták a társadalmat, és addigra már senki sem emlékezett arra, hogy valaha másképp éltek. Részben pedig azért, mert a népesség növekedés felégette a hidakat az emberiség mögött ha a szántás bevezetése 100-ról 110 növelte egy falu lélekszámát. Ki lett volna az a tíz ember, aki önként éhezik, hogy a többiek visszatérhessenek a régi szép időkhöz? Nem volt visszaút, a csapda bezárult. A könnyebb élet hajszolása csak még több nehézséget eredményezett, és nem is utolsó alkalommal. Ma is ez történik velünk hány friss diplomás vállal megterhelő munkákat nagy cégeknél, fogadkozva, hogy olyan keményen fognak dolgozni, hogy 35 éves korukra elég pénzt keresnek a visszavonuláshoz, és végre azzal foglalkozhatnak, amit tényleg érdekli őket. Aztán mire elérik ezt a kort? Óriási jelzálok hitelük van, iskolába kell járatniuk a gyerekeket, családi házban laknak, amelyhez legalább két autó szükségeltetik családonként, és úgy érzik, nem érdemes élni jó borok és drága külföldi nyaralások nélkül. Mihez kezdjenek? Menjenek vissza gyökereket ásni? Nem. Megduplázzák az erőfeszítéseket, és robotolnak tovább. A történelem egyik vas törvénye, hogy a luxusból előbb-utóbb alapszükséglet lesz, ami új kötelezettségekkel jár. Ha az emberek egyszer hozzászoktak egy bizonyos luxushoz, attól kezdve magától értetődőnek tekintik azt. Elkezdenek vele számolni. Végül elérnek egy pontra, ahol már nem tudnak meglenni nélküle. Az archeológusok megvizsgáltak egy területet, a mai Szíriában, amit úgy hívnak, hogy Abu Hureira. Ezen a területen a kutatás során közel 200 féle különböző növény maradványait találták meg. Ezek közül 142-t tudtak konkrétan beazonosítani, ebből pedig 118-at tudtak a vadászó gyűjtögetők életmódjához kapcsolni. Vagyis. A növény maradványok alapján az itt élő vadászhoz gyűjtögető emberek a növények több mint 80%-át használták. A mai fejlett civilizációnkban, a XXI. században az emberiség táplálékának, energiatartalmának 90%-át még mindig abból a pár háziasított növényből kapjuk, amit őseink időszámítás előtt több ezer évvel háziasítottak: búzából, rizsből, kukoricából, burgonyából, kölesből és árpából. Jézus Krisztus születése után már semmilyen új állatot vagy növényt nem sikerült az emberiségnek háziasítani. Harari azt mondja, hogy ha az agyunk a vadászó gyűjtögető embereké, akkor az étrendünk a földművelőké több történész és antropológus is azt a megállapítást tette, hogy a neolitikus korban végbe menő mezőgazdasági forradalom valójában az emberiség szempontjából egy képességbeli visszafejlődést jelentett. Adam Smithnek van egy nagyon híres példája erre. Ez a gombostű példája. Ahhoz, hogy a produktivitás nőjön, ahhoz a munkafolyamatokat le kellett bontani elemeire. Ezeket a munkafolyamatokat kiszervezni külön-külön más embereknek, hogy a lehető leggyorsabban történhessen a termelés. Adam Smith a híres, a Nemzetek Gazdasága című mindenki által citált munkájában vezeti le ezt a fajta manufaktúrát. Egy gombos tűgyár példáján, ami így hangzik. Vegyünk tehát példának egy nagyon kis jelentőségű manufaktúrát, amelyet azonban igen gyakran méltatnak figyelemre a munka tárgyalásánál a gombos ipart. A munkás, aki ezt a mesterséget nem tanulta és nem ért az abban használatos gépekhez. A legnagyobb igyekezettel is alig ha tud akár csak egy tűt is elkészíteni naponta, huszat pedig már semmi esetre sem. Az a mód viszont, ahogyan ezt a mesterséget ma űzik, a gombos tűkészítést nem csak egészben teszi önálló iparra, hanem számos olyan ágra is osztja, amelyből a legtöbb szintén különálló iparág. Az egyik ember drótot húz, a másik egyenget, a harmadik szabdal, a negyedik hegyez, az ötödik csúcsot köszörül, hogy ráilleszthessék a fejét. A fejkészítést megint két vagy három különálló művelet külön mesterség a fejfelillesztése, úgy szintén a kéz gombos tűk fényesre csiszolása, sőt, még azok papírba csomagolása is. Így aztán, a gombos tűkészítés fontos mestersége, mint egy 18 külön műveletre oszlik. Egyes helyeken mindegyiken külön kéz végzi, másutt egy ember elvégez esetleg kettőt-hármat. Láttam egy ilyenfajta kisebb manufaktúrát, ahol csak tíz ember dolgozott, és ahol ezért egyesek két vagy három különálló műveletet végeztek el. Noha nagyon szegények voltak, és így a szükséges gépekkel is éppen csak hogy el voltak látva. Ha igyekeztek, együttesen mégis körülbelül 12 font gombostűt tudtak naponta készíteni. Egy fontban négyezernél több közepes nagyságú gombostű van. A tíz ember együttesen több mint 48 ezer tűt tudott tehát naponta előállítani. Következésképpen minden egyes személyt, aki a 48 ezer tű tized részét állította elő, úgy lehet tekinteni, mint aki 4800 tűt készített naponta. De ha valamennyien külön-külön, egymástól függetlenül dolgoztak volna anélkül, hogy bármelyikük is külön kiképzés kapott volna, úgy bizonyos, hogy egyenként nem húz, de talán még egy gombos tűt sem tudtak volna megcsinálni. Vagyis nem, hogy a 240-ed, de talán még a 4800-ad részét sem annak, aminek elvégzésére a különböző műveletek megosztásával és egybekapcsolásával jelenleg képesek. Képzeljük el, mennyivel több tudás tartozik ahhoz a szakemberhez, aki képes egy gombostűt egyedül elkészíteni, ahhoz az emberhez képest, aki csupán egyetlen munkafolyamatot tud ebből végrehajtani. Így azonban egy sokszorosan gyorsabb termelési folyamat apró fogaskereke lesz a munkásember a lassan dolgozó szakemberrel szemben. A tudás leértékelődik, a termelékenység pedig felértékelődik. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy itt lépett a minőség helyébe a mennyiség. De ezt nem gondolom pontosnak. A gyors tömegtermeléssel előállított termék nem feltétlenül rosszabb, mint a lassú kézműves munka. Azt gondolom, hogy itt, és a mezőgazdasági forradalom esetében is a tudás helyébe lépett a produktivitás. Ez a pontos megfogalmazás. Erre mondta azt Alexis de Tocqueville, amikor elolvasta Adam Smith gombostű példázatát, hogy Mit várhatnánk attól az embertől, aki húsz évet töltött el az életéből úgy, hogy tűhegyek tetejére helyezett fel gombfejeket? Ez aztán a kemény állítás. De érdemes Tocqueville költői kérdését kontextusában is elolvasni. A Demokrácia Amerikában című könyvében így ír róla Tocqueville. Ha egy dolgozó szakadatlanul és kizárólagosan egyetlen dolog gyártásával van elfoglalva, akkor azt rendkívüli fürgeséggel fogja végezni. De ezzel egy időben elveszti azt az alapvető képességét, hogy eszét is a munkára irányítsa. Napról napra egyre ügyesebbé és szorgosabbá válik, szóval azt mondhatjuk el róla, hogy mint munkás fejlődik, emberi minőségében pedig lefokozódik. Mit várhatunk attól az embertől, aki húsz évet töltött el az életéből úgy, hogy tűhegyek tetejére helyezett fel gombfejeket? És mire lehet alkalmazni a nagyszerű emberi intelligenciát ebben az emberben azt leszámítva, hogy kinyomozza a legkiválóbb módszert a gombos Amikor egy dolgozó már létezésének számottevő részét eképpen töltötte, gondolatai örökre a mindennapos erőfeszítéseit fogja ostromolni. A teste berögzült tevékenységekre korlátozódott, amiket már soha nem tud lerázni magáról. Lényegében már nem is tartozik saját magához, hanem a választott foglalkozásához. Elképesztően fontos gondolatok ezek. És ne gondoljuk azt, hogy ez a folyamat valami tőlünk távoli és idegen jelenség. Az emberiség történetében számtalanszor megtörtént, és folyamatosan történik napjainkban is. Megtörtént a vadászó gyűjtögető ember mezőgazdásszá válásával. Megtörtént a későbbi iparosodással, amikor a gombos sorozta be a földművelőket. Megtörtént a 68-as mozgalom hippieivel is, akik betagozódtak a kapitalizmus rendszerébe. És megtörténik napjainkban velünk is akik a fogyasztói társadalomban az életszínvonal megszállottság melléktermékei vagyunk. A történelem ezen a pontján, ahol a falvak létrejöttek, aztán a földművelés kialakult, amiből pedig lett az állam, valami figyelemre méltó dolog történt. Egy mérlegszerű jelenség ment végbe. Az egyik oldalon helyi vezetőkből, erős emberekből és papok csoportjából létrejött az intézményesített hatalmat gyakorlók rétege. Létrejött valami olyan entitás, ami nem létezett korábban, és még a résztvevői sem tudták volna nevén nevezni. Mi azonban már tudjuk, hogy ez volt maga az állam. Ezzel párhuzamosan pedig parasztok ezréből, iparosokból, kereskedőkből létrejött az államot működtetők rétege, akiket számon tartottak, dolgoztattak, adóztattak innentől fogva, és kialakult az intézményesített formában működő kontroll. Az ember letelepedésével bekövetkezett első aratás után, Körülbelül négyezer év telik el, mire létrejött az első állam. Ez egy nagyon hosszú technológiai és demográfiai folyamat volt, amiből egy politikai szerveződés létre tudott jönni. Vagy az is lehet, hogy létre kellett, hogy jöjjön, mivel anélkül fenntarthatatlan volt az állapot. Lehet, hogy ez alatt a négyezer év alatt kipusztult minden kezdeményezés, ami nem eredményezett valamilyen hierarchikus rendszert. Időszámításunk előtt 3100-ban bukkant fel az első írástudó, hierarchikus felépítésű, adószedő állam a Tigris és Eufrates völgyében. Innen fogom folytatni, vagyis jobban mondva, elkezdeni az emberi történelmet. Az ősi mezopotámiával. én jóra voltam voltam ez pedig a subjektív és szakmaiatlan történelmi agórám a történelem cimpanz Isten. we have spent more than two billion dollars on the greatest scientific gamble in history and we have won az drémij nemeski japons prefaszistikus díraníj dopodoi orgon i shall resign the presidency effective at noon tomorrow ja yeah, what So, one small step for man, but I didn't get the second phrase.